Köszönöm szépen, magyar ember vagyok, magyar európai parlamenti képviselő, tehát amikor az ukrán társulási szerződésről kell szavaznom, elsődlegesen a jelenlegi Ukrajna területén élő magyar emberek emberi jogait szeretném értékelni. A kárpátaljai magyarokkal kapcsolatban még csak kimondani se lehet azt a szót, hogy nemzeti önrendelkezés, hogy autonómia, ugye ellentétben azzal, amit Koszovóval kapcsolatban és az ott élő szervekkel kapcsolatban mondtunk, illetőleg ugye az Európai Unió és minden lényeges emberjogi dokumentumában rámutat arra, hogy a nemzeti önrendelkezéshez való jog egy alapvető, kollektív emberi jog. Hogyha a jelenlegi Ukrajnában ezt valaki kimondja, netán az, hogy a magyaroknak is van önrendelkezési joguk, joguk az autonómiára, ruszinokkal, vagy egyébként, akkor ez valamiféle sok reakciót vált ki, megbüntetik az illetőt, az is előfordult nem egy esetben, hogy parlamenti képviselőt és másokat kitiltottak Ukrajna területéről emiatt. Tehát a véleménynyilvánítási szabadságot sem tisztelik, és a nemzeti önrendelkezési jogot sem. Ilyen körülmények között nemmel szavaztam a társulási szerződésre. Köszönöm. Grazie.